Ti loptatok már el valaha bármit is? Most nekamúzatok, legyetek őszintén, és írjátok le nekem a komment szekcióba, hogy miben huncutkodtatok. Mert hogy én még soha, de soha nem loptam. Csongi, nemrég mondtad a videóban, hogy annó szerepsapkákat loptál az autóról. Azért, hogy felrakd a biciklidre. Húha, hát ebből most hogy jövök ki jól? Mint minden gyerek és fiatal, nyilván nekem is megvolt az időszak, amikor huncutkodtam, és hát bementem egy boltba, és elhoztam egy darab ilyen 10 forintos cukorkát. Vagy 5 forintos volt, már nem is tudom. A sztori röviden csak annyi, hogy bementünk egy ilyen boltba anyummal, és az előttem levő gyerek, aki körülbelül 4 éves volt, kapott ingyen egy ilyen kicsi cukorkát a kasszástól. Erre jöttem én, tudjátok, hogy vigyorogtam, hogy... És én nem kaptam. De lehet azért, mert én már nem 5 éves voltam, hanem 15. Mondom, na jó, ez még megemlegetett kasszás. Úgyhogy fogtam magam, és amikor anyukám fizetett és nézte a számokat, gyorsan így... Hú, eladtam egy cukorkát! Na, úgyhogy az én hatalmas bűnözéseim ilyenek. Ugye, ha jól lányok és srácok, egy Csongi vagyok, elkezdtünk a legújabb videóban, ne szóljatok be a fénynek. Igen, egy kicsit érdekes színe van, de most valamiért tetszik. De lehet azért, mert megy a háttérrel. Na mindegy. A lényeg. A mai videóban arról fogunk beszélni, hogy egyes emberek hogyan buktak le, amikor éppen loptak, csaltak, és hogy mennyire idióta dolgokat lopnak el az emberek. Mert hogy azt hinnétek, hogy amikor elmeséli valaki, hogy én is csináltam csintevéseket, majd biztos arra gondoltok, hogy tévéket vagy telefonokat loptak, nem. És azt is megnézzük, hogy miért nem szabad ilyet csinálni, mert hogy lebuktak. Azon az egy szem cukorkán én nem, de azért nem ajánlom senkinek. Az első emberünk. Elkezdődött a suli, és ugye hát amint tudjátok, a suliba gyerekek járnak, micsoda újdonság. Egyik legjobb hely, hogy valamit magadévá tegyél. Hú! Hát ez nagyon hülye hangzik. Itt van egy csaj, aki a 12 év alatt a suliból nem a diplomáit, a végzettségét, a szakosítását mutatja fel, hanem a diákigazolványait. És nem az ő diákigazolványait, hanem másokét. Mert hogy ameddig a többi diák kiment szünetbe és játszott, addig ő bennmaradt az osztályba és összeszedett egy jó pár diákigazolványt. Nyilván újra lehet csinálni azt a diákigazolványt, de hogy minek kellett ez neki? Lehet lusta volt megvárni az évkönyvet, vagy nem tudom, hogy ti kaptatok-e olyat év végén, mit tudom én, negyedik végén, vagy 12. végén, amikor mindenki rajta van ugye a bizonyos könyvben is. Akkor úgymond ez ilyen emlék, hát ő lusta volt megvárni, úgyhogy inkább összeszedte magától. És nem tudom, megfigyeltétek a részleteket, de ha jól látom, akkor olyan is van, amelyikből 2 vagy 3 darab van. Képzeljétek el azt, aki újra csinálja a diák igazolványát, aztán másnap megint eltűnik. Egyetlen egy dolog az biztos. Én ennek a csajnak semmiféleképpen nem lettem volna a crush-a. Valószínűleg mindenemet összeszedte volna, hogy maradjon neki meg estére otthon maga mellé az ágyba. Következő! De hogyha jól értem, ez a csaj ellopta az utcáról ezeket a bábukat, amiket kiszoktak tenni, amikor ugye felújítás van, és hogy az autóval nem menj bele a kártyúba. Jobb esetben, a Romániában van, hogy nem rakják ki, és akkor este mész így. Azóta használok vazét. Amikor elmész egyetemre és koliban laksz és nincs pénzed, akkor tényleg nincs pénzed. Úgyhogy karácsonykor, hogyha nem telik fára, vagy műfára, ellopt ezeket a bábukat, vagy bójákat, és csináld belőlük egy karácsonyfát. Viszont nekem van egy kérdésem. Az mégis mi a szarott a kezébe? Nyilván tudom a választ, és szerintem ti is tudjátok. De hogy minek? Poén, meg valószínűleg a barátnőjének van. Hát ez remek, na mindegy. Javály! Azt is ellopták, ez a képnek a lényege. Ha már ellopta valaki más szervét, akkor nem mondták neki azt, hogy nem ezt kell ellopni, mert hogy ez nem ér olyan sokat. Viszont felteszem a kérdést, mert én jó magam nem tudok rájönni. Miért lopta el az a csaj ezt a rózsaszín... Hát most hogy hívjam, hogy ne legyen ilyen fura? Lufiból készült padlizsánt. Igen. Tippem van, hogy úgy cikinek éreztem megvenni a boltba, úgyhogy egyszerűbb volt ellopni. Na mondjuk őszinte leszek, én se álltam volna sorba a kasszánál egy ilyen cuccal, mert hogy így... Egyébként csak úgy mondom. Ezek persze viccesek, de a legtöbb esetben amúgy lebuktak, és olyan dolgokkal, amin ki fogtok akadni. Vagy ez a videó az nem azért van, hogy utána csináljátok, hanem hogy mit nem szabad csinálni. Például, tudjátok, hogy az ittas vezetés, és most nem a bubimentes vízre gondolok, ami kevésbé erős, elég veszélyes és nyilván tilos. A következő eset egy nőről meg a férjéről szól, akik éppen két kocsival mentek haza valamilyen buliból. Az egy dolog, hogy beültek ketten két kocsival, mert nem lett volna elég egyiket, nem. Na képzeljétek el, mi történt. A nő ment elől, és szerencsére, és azért mondom, hogy szerencsére, mert ez tényleg veszélyes, inkább kapják el az ilyen embereket, mint hogy valakibe beleszaladjon. A rendőrök megállították, és hát érkezett a bünti. A nő elkezdett panaszkodni a rendőrnek, hogy hát ez nem fér meg, ez így nem jó, mert amúgy ott van mögöttem a férjem, aki egyébként kétszer ittasabb, és ő is vezet. Akkor mégis ez hogy igazságos? Nem hiszem el, Istenem. Hát leszondáztatták a csávót is, és őt is megbüntették. Sőt, el is vették a jogsiját. Úgyhogy nem elég, hogy mondjuk a pároddal élsz, és neked elveszik a jogsidat azért, mert idióta vagy, és beülsz egy autóba ittasan. Nem, fogod is párod a férjed is, hogy egyik őtöknek se legyen jogsia. Vettek BKV-val.
Tudjátok, hogy mi a legjobb? Ez egyébként velem is előfordult. Valószínűleg ismerős lesz nektek, és általában ez ilyen tesó kapcsolat. Ha mondjuk bárultam, hogy maga lejtett egy poharat és eltört. Igen, és Csongi titokban a számítógépezet nem is volt beteg, úgyhogy mehetett volna iskolába. És ugyanez fordítva, ha ő bárult valamiért, akkor én is bárultam, mert hát miért ne? Tehát ez ilyen, ha már én szívok, akkor te is. Ez mi, ez egy mosómedve? Mit csinál? Ellopja a kutyajukon keresztül a lábsúlót, az minek kell neki? Esküszöm, ez nagyon aranyos, csak az a durva, hogy egyébként otthon nálunk Erdélyben ez nem így működik, mert nálunk mosómedvék nincsenek, nálunk medvék vannak, és képzeljétek el, volt egy olyan sztori, és ez teljesen igaz, tehát ez nem kamu. Valahol Tusnádon volt egy ilyen hotelszerűség, és azt hiszem egy osztály vagy pár diák elmentek táborozni, ott aludtak ugye ebbe az egész házba, tehát ez egy normális lakás. A hűtőben benne volt mindenféle finomság, este lefeküdtek aludni, majd reggel arra ébredtek, hogy a hűtő szinte teljesen üres, az egész lakás fel van fordulva. Hát majdnem úgy, mint most ez a lakás. Itt is van a cikk róla, kirabolta a hűtőt egy medve Tusnádfürdőn. Kirabolta, érted? És akkor mi csinálsz, megbünteted a medvét, vagy dutyiba rakod? Itt van is egy kép, hogy a kukákba hogy belemásznak. Este, amíg te alszol, a medve bejön az ajtón, a fogalmam sincs, hogy nálad nem zárták be, vagy tényleg nem tudom. Szag alapján oda megy a hűtőhöz, kinyitja a hűtőt, a holnapi kajádat megfogja és így elcsórja. Én már sok mindent hallottam Erdélyből, de azt nem gondoltam volna, hogy egyszer rabolni is fog. Na mindegy, menjünk a következőre. Következő alanyunk Naomi, aki azt vallotta, hogy elloptam egy téglát az úttestről, mert hogy nem volt a helyen és senki nem akarta megszerelni, úgyhogy felmérgesítettem magam, megfogtam és elhoztam onnan. Most már ajtótámasztó. Látjátok, pont erről beszéltem, hogy olyan idiótaságokat lopnak el. Most tegyük fel, bent vagyunk egy börtönben, ott van rengeteg rab meg minden. Na, téged miért tartóztattak le? Embertől. És te mit keresel itt? Haverokkal kiraboltunk egy bankot, és hát megpróbáltuk. Na jó, és te? Hallja, mit csináltál? Elloptam egy téglát az útestről, mert hogy nem volt a helyén. Az a vicces, hogy ilyenek tényleg vannak, hogy egyes embereket azért juttatnak börtönbe, mert ellopnak valamit, ami amúgy nem is nagy dolog, de ugye mivel törvény ellen snopli nem szabad, de ezért is tegyétek. Ja, és ha már a rablásról beszélünk, eszembe jutott valami, amiért bár nem büntetnek, de... az is lopásnak számít. Képzeld, tegnap elloptam valamit, és nem tudom, hogy elmerjem-e mondani. Na, kivel? Nem mondom el senkinek. Hát, elloptam egy fiú szívét. Ne erőltessük, Csongi, ezeket a poénokat, mert boldogtalan leszel. A képben már szerintem valami dereng nektek, annyit legalábbis már biztos, hogy egy ember egy karácsonyfával fut. Na igen, pontosan karácsonykor történt, milyen meglepő, egy kisebb városban feldíszítettek egy karácsonyfát a központban, az egyik család gyerekének annyira megtetett és annyira szeretett volna hasonlót, hogy az apuka fogta, hajnali 3-kor kiment, kivágta, elvitte magukhoz a kertbe, és másnap reggel a kisgyerek arra ébredt, hogy ott van a karácsonyfa. Alapvetően cuki, mert mindent megtesz a gyerekért, de hogy ennyire? És hát találjátok ki, hogy hogy bukott le. Ott volt a város karácsonyfája a kertükben, ami nyilván kilátszott, mert a legtöbb karácsonyfa magasabb, mint egy kert. Nem is értem. Úgyhogy igen, a szomszéd feljelentette őket. A következő is egyben megmagyarázhatatlan rejtély. Hogy miért lop el valaki egy bábút? Tehát egy férfi bábúnak az alsó törzsét, a lábait ellopta, majd utána polcot csinált belőle. Ez azért érdekes, mert hasonlót láttam már itt Magyarországon. De hogy kiraktam valamelyet a Pestre, egy ilyen Insta sztorit most látjátok mellettem működik. Este arra lettünk figyelmesek Messi vagy, amikor kinézünk az ablakból, akkor szembe levő épületbe egy ilyen nagyon ijesztő ember formai a világosból így néz minket, és őszintén tényleg beszartunk, aztán amikor rájöttünk, hogy 5 perce nem mozdult semmit, akkor kiderült, hogy az egy bábú. Na igen, pontosan ilyen lehet az, amikor Erdélyben a medve kirabolt téged, csak annyi különbség, hogy ez egy szarvas. De a vadászunk az éppen alszik, gondolom kiütötte a nap, és ami a legvízesebb, hogy még egy fegyver is van a kezébe, a szarvas meg nyugodtan eszi a kaját. De ha már az állatoknál tartunk, na ezt figyeljétek, ez nagyon aranyos. A kis csibék éppen elterelik a nő figyelmét, hogy Ez nem is egy csibe mondjuk, hanem kacsa, de mindegy. A nagy kacsa meg közben a nő táskájából veszik ki a pénzt, meg mindent. Pénzt? Minek a kacsának? Na mindegy. Nem tudom, hogy ez előre beállított képe, vagy tényleg ez történt, de szerintem még az emberek se annyira profik. Na, megtaláltuk az erdélyi képet. Nem azt, amit kerestem, de... Jó, valószínűleg ezek az állatkertben vannak, mert én kétlem, hogy ilyenek léteznek, de nagyon jó. És egyébként, ha hiszitek, ha nem, hogyha van házi állatotok, akkor valószínűleg nem mondok újat, de a kis állatok, na azok a világ legnagyobb tolvai. Tehát főleg macskád, vagy kutyád, vagy bármi, akkor a finom ebédet per vacsorát fele az mindig neki lesz. Miközben olvasod az e-maileket és gondolkozol, hogy már milyen szörnyű napod lesz, a cicád alulról így fúj! Nem!
Az az enyém! Lebukni nem jó dolog, onnantól tudod, hogy bajban vagy. Na igen, ez a cica is tudta, hogy nagyon-nagyon nagy bajban van. Tehát minden rá van írva az orcára. Tudja, hogy nem lesz ezután egy könnyű napja. Kacok! Szerintem ez a videó ennyi lett volna, ha esetleg tetszett, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, hogy nem maradj le hasonlókról, illetve ha már feliratkoztál és a panda vagy, akkor egy jó nagy lájkot is dob, kérlek szépen, mert hogy elméletek jó a YouTube rendszernek, meg én is nagyon szépen megköszönöm, minden látom, hogy akartok-e mondjuk hasonló videókat, illetve ti magatok se csináljátok ilyesmit, mert ahogy láttátok az előző példában, egyszer úgy is lebuksz, és akkor aztán nagy szarba vagy, és nem annyira, mint ez a macska. Legyetek jók, menjetek ki a természetbe, hát mondjuk ha esik, hogy havazik, akkor nyilván nem tudtok annyira, és találkozunk következőkor, úgyhogy jöhet a outro, és... Adió!